A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megnézzük, hogyan zajlott a 40. jubileumi ünnepség a Tolnai utcai óvodában, valamint elkalauzoljuk nézőinket a régi orvoslás és az ásványok világába is. Tartsanak velünk! Fennállásának 40. jubileumát ünnepelte a Tolnai utcai óvoda. A város nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte az intézmény dolgozóit. A Tolnai utcai óvoda kisgyermekeinek műsorával ünnepelt az intézmény kedden. 1983. szeptemberében indult az akkori Lelin lakótelep második óvodája, amelyre az akkor belépesülő új lakóházak családjainak nagy szüksége volt. Az egykori óvoda vezető ma is szeretettel gondol vissza a kezdetekre, amikor három intézmény összevonásával egy teljesen újat kellett felépíteni. Mi akartuk megváltani a világot? Hát úgy tűnt, hogy sikerült, és nagyon sokat dolgoztunk. Nagyon-nagyon lelkes volt a társaság, a szülők is, és eljutottunk oda, hogy jó hírneve lett az óvodának, és tart a mai napig, és úgy érzem, hogy sikerült jót hagyni rájuk. Az intézményben ma 120 kisgyermeket nevelnek az óvodapedagógusok, akiknek a legfontosabb az érzelmi nevelés, és hogy biztos alapot kaphassanak a családok az intézményen keresztül. Ez egy életközép, én azt gondolom, tehát egy ember életében is a 40 év az már egy komoly kor, egy óvoda életében is azt gondolom, hogy már ez egy komoly kor. Ahogyan mondtam az imént már, hogy nagyon fontos nekünk az, hogy a szülők visszahozzák ide a kisgyerekeket. Amikor szülőként hozzák ide, az azt jelenti, hogy ők jó emlékkel mentek el tőlünk, és szívesen hagyják itt nálunk a kisgyermekeiket. De nagyon sok változás volt azóta az óvodai nevelésben, a gyereklétszámban, de összességében mindig az érzelmi nevelést tartottuk a legfontosabbnak, mert hogy kiszeretjük a gyerekekből azt, ami bennük van. Ez a legfontosabb. A város büszke a Tolnai utcai óvodára. A születésnapos intézményt, valamint az óvodásokat és dolgozókat Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte. Mészáros Attila jubileumi emléklappal köszönte meg a város nevében az elmúlt 40 évben végzett munkát, gondoskodást, szeretetet. Hogy méltán van jó híre a városban a Tolnai utcai óvodának, immár 40 éve neveli gyermekeket, több ezer gyermeket nevelt az elmúlt években, évtizedekben. Úgyhogy hálásan köszönöm a város nevében a korábbi intézményvezetőnek, a jelenlegi intézményvezetőnek és minden egykori és mai dolgozónak, hogy alázattal, szeretettel, gondoskodással fogadja a gyermekeket nap mint nap. A város számára nagyon fontosak ezek az intézmények, hiszen több ezer gyermekről gondoskodnak ezekben az intézményekben, és ha bár ma már nem 45 fős csoportokban, hanem 22-25 fős csoportokban, de ugyanolyan szeretettel fogadják a gyermekeket, mint tették ezt 40 éve. Nem véletlenül, hogy nagy igény van a Tolnai utcai óvodára is, és bízunk benne, hogy még sok-sok évig, évtizedig fogadják majd itt a gyermekeket. A 40 éves intézmény egész héten ünnepel, péntekig nyílt családi programokkal készülnek az óvoda gyerkőceinek és szüleiknek. Agyvelő, csontok, vér. Sokan talán nem is gondolnák, de az egyik leghatásosabb csodaszernek minősültek az emberi szervek. Ilyen és ehhez hasonló érdekességet tudhattak meg az érdeklődők a Fekete Sas Patika Múzeumban.
A gyógyszerészet hajmeresztő, titokzatos fejezetéről tanulhattak azok, akik ellátogattak a Fekete-Sas Patika Múzeumba. Az Antropofág Medicina, az Ember mint gyógyszer című előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogyan állítottak elő gyógyszereket az emberi testrészekből. Az antropofág medicina igazából azt jelenteni, hogy az ember fogyasztása a gyógyászati céllal. Már az őskorban megjelent az igény arra, hogy elfogyasztjuk embertársainkat, tudom, ez egy kicsikét furcsán hangzik, viszont a jelenlegi kutatások alapján ez inkább rituális célú kannibalizmus volt. Nem csak az emberre jellemző, hanem a neandervölgyi ősembernek is nyomai vannak arra, hogy kannibalizmussal is él, de ez inkább egyfajta temetési szertartás volt. Viszont a gyógyszerészetben az ókor óta jelent meg tudatosan, hogy valamiféle emberi alapanyagot használjunk. Kezdetben például a gladiátorok vére szolgált egyfajta ilyen egészségjavító szerként. Az elhunyt gladiátor, aki elvesztette a csatát, az ő vért leginkább az epilepsziások tudták megvásárolni a hadakozás után. De a 16.-17. században mondhatjuk ki, hogy egyértelműen emberiekből készült gyógyszerekkel találkozhatunk. 24 olyan gyógyszert ismerünk, amit emberből állítottak elő, ez lehetett zsiadék, ez lehetett csont, például emberi koponyatető, amit ebbe a gyógyszertárba is tartottak, de akár az Egyiptomból beszerzett múmiák is szolgálhattak gyógyászati célt. Leginkább a fejet szerették elfogyasztani, de akár a lábujjáig bezárólag minden belekerülhetett a gyógyszerkincsbe. Egyes belső szervek, mint például az agyvelő, a vér csodaszerként használt összetevőknek számítottak a gyógyszerkészítés során. Ezek beszerzése sem volt hétköznapi, kivégzett bűnözők vagy háborúban elesettek testrészeit gyűjtötték ilyen célokra, tudtuk meg a levéltárostól. De emellett számos meghökkentő témával is készült a levéltáros. Nem csak olyan emberi gyógyszereket válogattam össze, ami csontból, vérből készültek, hanem akár úgymond frissebb extempore szerek voltak, amiket frissen lehetett kinyerni, tehát akár vizeletből és székletből is készülhetett házi orvosság az úgynevezett szegények patikája kategóriában, tehát például bolygatószernek, alcsmosószernek használták ezeket a kevésbé szimpatikus és meglepően szagos anyagokat. És hogy mindenkiből, minden szervéből készülhetett egy gyógyszer, arra is választ adott a szakember. Alapvetően úgy tudtuk, hogy ugye nőkből általában, tehát nők maradványát nem használták fel a gyógyszer készítésre, de a boszorkányok kivételt képeztek, és létezik egy olyan nevezetű szer, hogy múmia patibuli, ami a boszorkány múmiát jelentette, és porrát törve bizony ezt is el lehetett fogyasztani, mint egészségjavítószert. Szima Viktória következő előadása januárban lesz, amelyen szintén a gyógymódokról lesz szó, akkor majd a szerzetesek gyógyító tevékenységéről kaphatnak információkat a múzeumban látogatók. Mi mindenre jók az ásványok? Milyen hatással lehetnek a mindennapjainkra, illetve egészségünkre? A következő percekben mindezekre kaphatnak most választ nézőink. Az ásványok már az őskor óta fontos szerepet töltöttek be az ember életében. Akkoriban sokszor szerszámok, fegyverek készültek belőlük, valamint a szépségük miatt az ékszerkészítésben is nagy szerepük volt. Napjainkban főként gyógyító képességük került előtérbe, éppen ezért a természetgyógyászatban és ezotériában előszeretettel alkalmazzák őket. Kristálygyógyászat nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, tulajdonképpen az egyik legősibb gyógyászati módszer. Igazából tapasztalati úton állapították meg a kristályoknak a hatását, mert hogy nem voltak, ugye most már vannak műszerek, amik vizsgálják a különböző kristályoknak a rezgését, viszont abban az időben inkább csak az volt a lényeg, hogy valamilyen követ adtak valahova, és akkor az most ott hatott, vagy nem hatott, tehát ilyen tapasztalati úton állapították meg, hogy melyik kristály mire jó. Aztán utána visszaszorult a használata, ugye, ahogy bejött a modern orvoslás, egy időben nagyon-nagyon visszaszorult a kristálygyógyászat, meg azt hiszem lehet mondani, hogy minden alternatív gyógyászati módszernek az alkalmazása, és most kezdett el újra, azt gondolom, felvirágozni, egy ilyen 20-25 éve visszanyúltunk a kristályokhoz, visszanyúltunk ugye az alternatív módszerekhez, és most már van egy kis múltja, egy kis háttere itt is.
A mai modern, felgyorsult világban az emberek sokszor nehéz helyzetekkel szembesülhetnek, amelyek akár ki is hathatnak mind a lelki, mind a fizikai egészségre. Szerencsére azonban létezik természetes segítség. Rengetegféle kristály van. Na azt mondom, hogy a kristálygyógyászat messze nem használ annyit, mint amennyi igazából létezik, vagy inkább úgy mondanám, hogy mint a gyógyszereknél, mondjuk vannak a törzsgyógyszerek, vagy a főgyógyszerek, a kristályoknál is vannak azok a kristályok, amiket használunk a gyógyászatban, és aztán azon kívül még rengetegféle fajta van, ahogy fejlődnek, tehát az már egy másik része a dolognak. Én a magam részéből azokat a kristályokat szoktam használni, amik viszonylag könnyen megfizethetőek, és tényleg az adott problémára valóak. Ugyanis ha megnézzük, mondjuk egy kristálybibliát, vagy bármilyen kristálygyógyászati könyvet megnézünk, szoktam mondani, hogy minden kristály mindenre jó. Ami azért nem egészen így van, hanem az alkotóházas foglalkozásokon mondom mindig, hogy úgy kell elképzelni a kristályokat, mint hogy van egy ember, akinek van egy főállása, és akkor mellette van ilyen kis mellékállásai, amiből még ugye hozzáteszeget, hogy minden kristálynak megvan a maga fő aktivitása, ahova igazából bele tud nyúlni, és aztán nyilván a rezgéseivel más területekre is tud hatni. De ha mondjuk azt mondom, hogy most kifejezetten stresszre keresek valami ásványt, akkor nem biztos, hogy első körben a hegyi kristályt vagy a onyxot mondanám, holott azoknak is van egy stresszoldó hatása, de sokkal jobb ezen a téren mondjuk a füstkvarc, vagy a dumortierit, attól függően, hogy milyen stressz van rajtam, az ametiszt, tehát ez megint aztán specifikus. Minden emberi szervnek megvan a saját kristálya, amely a legjobb hatással van rá, mégpedig teszik mindezt úgy, hogy rezgéseket bocsátanak ki magukból, ezzel segítve a gyógyulást. A szakember azt mondja, kezdetben akár negatív hatásokat is tapasztalhatunk, viszont ezektől nem kell megijedni. Ez a mindenre jó, ez most így úgy gondoltam, hogy minden kristály, tehát ha mondjuk a kristálybibliát elolvassuk, vagy bármilyen kristályos könyvet, akkor ott tulajdonképpen az ásványok minden ásvány tud mindent. Ha most egy kicsit ezt így lebutítom, akkor azt mondom, hogy minden ásványnak megvan a saját rezgése, és az a szervünknek a rezgéseivel egyezik. Vannak bizonyos szervek, aminek a rezgésével egyezik. És hogyha az ásvány megtalálja azt a szervet, ugye, aminek a rezgésével egyezik, akkor ott tud gyógyítani, oda tud belenyúlni. És akkor ezeket lehet néha érezni is. Az ahát, ez egy nagyon erős kő, nagyon jó az összes nőgyógyászati problémára például, a vérkeringésre, az érrendszerre nagyon jó az ahát. És például az ahátnál lehet az, hogyha felveszed, és tényleg problémád van azon a területen, akkor az első körben mondjuk beleszédülhetsz, rosszabbul lehetsz, úgy érzed, hogy hány ingered van, tehát az ahátnál nagyon-nagyon lehet érezni azt, hogy ott dolgozik rajtad. A másik ilyen kő, amit nagyon-nagyon szeretek, sokkal lágyabb kő, sokkal finomabb kő, a holdkő. A holdkő az kifejezetten a nőknek a köve, tehát a hormonrendszernek a munkájába nyúl bele. Egy hold perióduson keresztül kell viselni, és akkor kapcsolódik a holdhoz, és beállítja a hormontermelődésünket, a hold ciklusa szerint, a hormonszintünket. És például a holdkőnél volt már olyan nagyon sok esetben, hogy adtam valakinek ezt a követ arra, hogy a hormonrendszerét rendbe tegye, és a használata után 3 nappal mondjuk elkezdődött nála egy ilyen köztes vérzés, vagy egy barnás folyás, ami körülbelül 2 napig tartott, és nem volt súlyos, de hogy ott a holdkő belépett a képbe. Ami sokkal finomabban tud mondjuk hozzánk nyúlni, az a hegyi kristály. A hegyi kristály ugye mindig harmonizál, energetizál. Ugye ez a köveknek a királya, a hegyi kristály. Egy nagyon-nagyon-nagyon erős kő, nagyon nagy energiájú kő. Minden kőnek a hatását felerősíti, és abban a pillanatban, hogy belép az auránkba, már kapcsolódik is hozzánk. Tehát például, ha ilyen szédüléses tüneteink vannak, akkor hegyi kristály nagyon, nagyon gyorsan tud segíteni. A hatás időt tekintve fontos tudni, hogy mindegyik kőnek megvan a saját gyógyítási ideje. Azt figyeltem meg, hogy a fluoritnál az első velem való interakció sokkal hosszabb. Tehát a fluoritot felvesszük, és akkor 2-3 nap múlva jön a hatása. A fluorid egyébként az ízületi fájdalmaknak a köve, a csontoknak a köve. És utána viszont, hogyha letesszük, és utána megint, mit tudom, hogy elkezd fájni a könyököm, és kell, akkor sokkal hamarabb lép be újra a képbe.
Az összes többi ásványnál azt mondom, hogy lehet érezni a hatásszinte rögtön. A lényeg az, hogy minden ásvány 6-8 órán kell, hogy 6-8 órán keresztül kell, hogy rajtunk legyen, vagy karkötő formájában, vagy medál is nagyon jó például, mert az a szívcsakra közelében van, és ugye ott nagyon nyitottak vagyunk, nagyon jól fel tudja venni az energiát. A lényege az, hogy mondjuk mint nekem is ennek az ahátnak, hogy ne legyen ezüstbe foglalva, vagy bármilyen foglalatba beletéve, hanem a kő tudjon érintkezni a bőrrel. Ugye lehet marokkő formájában is hordani őket. Itt szoktam mondani, hogy amikor valakinek olyan problémája van, és nem szereti, vagy nem tudja hordani a karkötőt, mert olyan a munkaköre, hogy mondjuk oda nem veheti fel, akkor marokkő, nőknek melltartóba beletéve, fiúknak az okniba beletéve, és akkor tök jó tudok rajtunk dolgozni. A gyógyításnál lényeges szempont az is, hogy bizonyos fajtákat nem lehet együtt alkalmazni. Csak a Király 3-asban, tehát így az ametiszt, rózsakvarc, hegyi kristály 3-asában érdemes összerakni, de mással nagyon nem, mert az ametiszt is egy órán keresztül tölti az ásványokat, de egy óra után már elveszi az erőt, lehúzza. Bódis Veronika azt tanácsolja, vegyük figyelembe azt is, honnan származik az általunk választott kristály, hiszen csak így tudja számunkra a legjobb hatást kifejteni. Mert mint például olyan helyen csiszolták őket, stb., ahol éppen hogy kapnak valami kis ételt, azért már megcsinálják, és rossz körülmények között élnek, akkor ez az energia megy be a társunk, és tök érezni rajtuk. Tehát nagyon érezni, hogy amikor megkapsz egy ásványt, hogy ez most olyan helyről jött, hogy jó útja volt, vagy pedig egy olyan helyről jött, ahol kizsákmányolták esetleg az embereket, vagy tényleg ilyen nagyon, vagy dobálták az ásványt, például azt is szoktam mondani, hogy amikor bemész egy ásványbőrzére, akkor nagyon kell figyelni arra, hogy honnan veszed az ásványokat. És hogyha olyan helyen vannak az ásványok, hogy hát ez szokott elég sokszor, hogy van egy nagy tálca, és oda bele van önbeszve az összes, már én onnan nem veszek. Mert hogy ott az ásványnak nincsen egyrészt tiszteletese, másrészt meg ugye az egyik ásvány bántja a másikat. Habár mindenki életében lehet olyan időszak, amikor tanácsos lehet a kristálygyógyászatot igénybe venni, egyes helyzetekben mégsem tanácsos. És hogy melyek is ezek? Például a kismamáknál figyelni kell, mert vannak olyan erős kövek, amelyek vetérést okozhatnak. Például az ametiszt az egy ilyen kő, tehát az ametiszt az pont nem a kismamáknak a köve, sőt, akkor szoktuk adni, amikor megindul a szülés, és a szülést viszont tudja nagyon segíteni és nagyon támogatni a tágulást, tehát ez nagyon jó az ametiszt erre. Aztán vannak a különböző méregtelenítő kövek, amik szintén nem valók kismamáknak, mert nagyon erős kövek, és azt azért nem a baba miatt nem ajánljuk, mondjuk ilyen a turmalin. De ugye összességében azt gondolom, vagy azt mondanám, hogy a többi kő mehet mindenkinek. Nyilván itt azt kell megnézni, hogy kinek milyen problémája van. Tehát mit tudom, például egy magas vérnyomású embernek nem szerencsés hematitot adni, mert a hematit emeli a vérnyomást. De mondjuk akinek alacsony a vérnyomása, ő neki tök jó. Tehát azért ilyeneket is figyelembe kell venni. Úgyhogy én ezért szoktam mindenkinek ajánlani, hogy mielőtt egy karkötő, mondjuk az is igaz, hogy a kő kiabál, tehát hogyha szükséged van a kőre, akkor egyszer megérzed, rád kiabál, hogy hoppá, én kellek, de hogyha valaki tényleg egy problémára szeretne kidolgozottan, mondjuk tegyük fel, egy baba projektben van, és a baba tehát egy ilyen támogató követ szeretne, vagy mondjuk magas vérnyomással küzd, vagy mondjuk volt már anorexiásom, aki anorexiával küzd, stb. Ott érdemes egy kicsit leülnünk, és körbejárni a problémát, körbejárni azt, hogy milyen problémái voltak, milyen betegségei voltak, milyen betegségei vannak esetleg, milyen félelmei, stb. És akkor ezek alapján teljesen személyre szabott kezelést lehet nála kialakítani. A kristálygyógyászat tehát kifejezetten jó választás lehet mindazok számára, akik valamilyen helyzetükön változtatni szeretnének, vagy éppen visszaállítanák egykori személyes harmóniájukat. Mindezek viszont akkor valósulhatnak meg, ha mi magunk is hiszünk a változásban, ehhez pedig ne féljünk szakember segítségét kérni, aki a legjobb kezelést választhatja ki számunkra. Emellett természetesen, ha orvosra van szükségünk, akkor őt keressük fel. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.